Még nem maradtam az elején. Na de most nem. Most tegyük félre ezt most már akkor. Jó. Na. Fotóalbum. 90-es. Papírfotókkal. Ez így nem fog meg. Dehogy nem jó ez. Csapjál bele. 90-es évekről. Fejükbe vettük, hogy 90-es évek. Én akarok arról beszélni, igen. Igen. De ki mi? Nem te, hát te vagy mi. Szóval... Igen. Nem, ezt most kivágom, ez nem fog benne nem maradni. Vágod ki semmit, ez nem. Ez nem fog benne maradni, nem. Ne hülyüljük el már megint. Nem hülyüljük el, de... Nem érdekes. Na, szóval ott tartottunk, hogy a 90-es évek, akkor mi még a tinédzser korszakot éltük, jól mondom? Azaz a korszak. Ja. És abban a korszakban ismertük meg egymást. A pubertes kor. Igen. Na. Amikor még belepittyegett, ez nem volt, ez a pittyegés, akkor csak... Gábor, most papír. Ne! Így igaz. Papírfotó volt, amúgy, meg ilyen fotóalbum. Na várjál, kinyitom én ezt találomra egy izé. Ahogy azt arról akarunk beszélni most viccen kívül a 90-es évekről, szeretnénk egy-két dolgot így feleleveníteni. Na várjál. És ugyanis történt az, hogy itt most vannak ilyen pakolások, meg bútot ide meg oda rakjuk, és előkerültek olyan dolgok, mint például a 90-es években volt a floppy. És ezek a flopik még mindig megvannak, már csak az nincs meg. Tényleg nincs olyan gépünk. De tartsd már oda közel. Nincs olyan gépünk, amiben bele tudjuk rakni. És én annak idején ezeket a flopikat tökre bírtam szétszedni. Ezt a fém micsodát leszedtem. Azt a benne lemezt, azt így kiszedtem. Ez hány megás amúgy? Ez 1,44 megabájtos. Igen. És volt ebből az a nagyobbik. Az a, mit tudom én, négyszerekkor. Az, igen. IBM formatted. Imation. De ez már nem is működik úgyse. És volt egy nagyon titkos kis kapcsoló itt a sarokba, hogyha ezt átkapcsoltad, így, akkor nem volt letörölhető. Mint a kazettánál a kis kitörhető pöcök. Mert hogy volt kazetta is. Igen, itt van. Ez egy kazetta. És bizony. Hogy milyen kazetta, az meg magáért beszél. Őt meg mennyit hallgattuk, meg tekergettük ilyen kis módszerekkel, most meg... Meg összeragasztottuk cellux-szal. Ja, mert ez széttört. Aztán egy, nem a külsejét, a szalagot. Ja, igen, tényleg a szalag így ki volt így húzva, és... Amikor bekapta a Walkman, akkor mindig össze kellett ragasztani a szalagot, mert akkor egy kicsit máshogy énekelt a néni meg a bácsi. Rohadjon meg, vagy amikor begyűrte, és ilyen gyűrött lett, igen, és akkor utána igen, szétszedted, kiszedted. Hát én csináltam azt szó szerint, hogy szétszedtem a kazettát, és rendesen újra rátekercseltem, vagy hát megvágtam, kivágtam hát belőle, tudod, kiszedegette és volna. Működött. Nem, de a fán, emlékszel, Balázsban volt a fán. Igen. Valaki fellógatta. Na, de szóval igen, ilyen dolgok voltak a 90-es években, ezt mondjuk meg is tudom mutatni. Itt van például egy fotó, amit nemrég. Erre gondolsz? Nem, ez. Ja, ez az a fotó, amit a... Meg is mutatom, ha már így is legyen meg. Ez az a fotó, ami Instagramon meg lett osztva. Szóval aki már ott követ, azt nagyon jól tudja, mert hogy milyen korszakban járunk most itt agyilag. 98-ban készült ez a kép. Többet most én nem akarnék megmutatni, itt most csak az album a lényeg, hogy van ilyen, hogy fotóalbum. Nem tudom, hol nyitottam ki, remélem nem pucérkép. Nem, ez a Blackin élet kinyitva, meg a állatkertbe. És még véletlenül se 90-es évek, fogadjunk. 2000-es években, amikor az állatkertbe jártunk. Már túlhaladtunk, de hogy ilyen, hogy fotóalbum. Ilyen régen mi ilyenekbe gyűjtöttük a fotót, mármint én szépen berendeztem, és akkor voltak ilyen a képek között ilyen kis cetli felirattal rendesen, szépen, nem ám izé internet túrót. Papírkép, füzetbe,
feliratozva, évszám szerint rendezve, és hogy utáltam, amikor már sokadik képet is be kellett rakni, meg na mindegy. Ez a legeslegelső fotó, ami rólam készült. Igen. 90, megmutatom. 90, na ezt az egyet még megmutat, de azt már kitakarom az alatt a lévőt. 97. június. Ott alszik ő. Ja, várjál, kitakarlak. Ott alszik. Az várjál, az hogy készült 97? Ez volt a 97, amúgy az valamivel előbb készületett, azt nem is csináltam. Ja, ez volt a 97. június 27, igen, mert hogy 97-ben ismerkedtünk mi meg itt úgy. Úgy. Na, bele. Én ezt most le is félre is rakom, ezt a szép borítású kötetet. És, amiből van egy jó pár, és majd még megnézzük. Mennyit rakosgattam én azt, mi? Igen. Egy csomószor kiszedegettem a képet, beszedegettem a képet, mert fontosnak tartottam. Beragasztottad, nem ragasztottad. Sőt, igen. Még igen. Celluxszal is, simán is. Régen én úgy voltam vele, hogy annyira fontosak voltak a fényképek, hogy ha ég a ház, az biztos, hogy az ő kezét viszem, akkor még az akkori kutyánkat, meg a fotóalbumot. Így álltam hozzá a dologhoz. Most meg már a fotónak, hát most is nagy értéke van a fotónak, nem csak egész más. Nem is emlékszem időben, hogy mikor hívattunk elő utoljára a képet. Nagyon rég volt. Hát mondjuk, ha visszanézzük a képeket, akkor látjuk. De akkor már de volt digitális volt, cucc, amikor ezek... Sőt, hát a digitálist is előhívattuk. Mármint kinyomtatták a előhívó bótba. Nem? Igen, kártyát bevittük, és úgy. De aztán... Kártyát? Az kártyás volt? Hát régen volt. A legelső gépünk az tekerős, igen. Az ilyen tekerős filmes volt. És ilyen 2-3 darab filmet vittünk, és úgy, de nem lesz sok, meg elég lesz, mert hogy... De akkor viszont kockás, mennyivel jobb kép készült tényleg, és ezt meg is akar, nyisd ki, légy szíves. Szerintem ahhoz képest ez a kép, ez nagyon-nagyon jól sikerült, hogy ilyen tekerős fotós masinával lett megcsinálni. Ez annyira jól sikerült szerintem, hogy korom sötét van, este van, és egy augusztus 20-ai tűzijáték. Ez a görög tűz, és ezt amúgy... De van ez ragasztva? Azóta is hiányoljuk, hogy ilyen görög tűz. Az egy 98-ban készült fotó, és úgy lett előhívva. Azért az ott nem volt semmi digitális technika. Ott a dátum. És ez a görög tűz, azóta is hiányoljuk ezt a tűzijátékot. Emlékszem? Hát volt, de az egész tűzijáték más, mint volt. Hát persze, hát akkor még a 20. a Gellért hegyről volt az összes lőve egy helyről. Ja. De most ezt akkor most nézegetjük közben, és úgy beszélünk, mert akkor ezt így előjük. Tehát ezt szerintem nem nézegetjük ez. Nem nézegetjük, erről, de lapozgatja tovább. Erről a képről viszont meg ez jut eszembe, ami előkerült, amit kiszedtünk. Ezt most már mutatom a gyűjteményből. És csak annyit mondok, hogy biztos van olyan ember, legalábbis reméljük, hogy fogja látni olyan ember, akinek ez a jegy ismerős. Ami nem ha várj egy picit, hagyjunk egy kis időt ezt feldolgozni. Na milyen jegy ez? Ami segített, Petőfi csarnok, és 97. 7. 9-én 250 forintos belépőjegy volt. Hát egy kicsit megviselt a buli hevében. ez a seggébe volt. A seggéből rántottuk ki. Szóval innomban fogalmazva a nadrágom hátsó zsebében volt elhelyezve. Igen. Így. Ezt szó így szerint, hát mondom. Kicsit megizzasztotta a meleg hőmérséklet. A kialakuló a buli hevében, meg az elfogyasztott sör mennyisége miatt felhevült testem. Ki tudja, mi mindenbe ült bele. Igen. Igen. Na, ilyenből egy jó pár darab volt nekünk félrerakva, meg még nagyon sok hát egyéb jegy is. Szerintem mindenféle túlzás nélkül minden szerdán ott voltunk. Hát vagy ez én legalábbis volt. Igyekeztem ott lenni, sőt, te is ott voltál. Sőt, hát nem csak szerdán, hát kedd, vagy melyik volt. Volt egy idő után volt egy még egy nap, azt hiszem. Csak csütörtök, az... szerda csütörtök. Na, mondom szerda én. Csütörtök, és lehet, hogy még péntek is volt, és ez ahol már volt, Petőfi csarnok, Pecsa, az már, mint tudjuk, nincsen. Már a hely messzint. Azt most már a helyét, azt majd el akarunk menni megnézni. Viszont
A nevét még nem mondtuk ki. Minek? Most már hagytunk elég gondolkodási időt. Ja, a jegy, a jegynek. Igen, a... hogy ez a jegy milyen jegy. Én mondom akkor. Na mondja. Ez a Pecse Sörkertnek a... Sörkert volt, igen, és a Sing Sing, Sing Sörkert, meg aztán későbbiekben lett Junkies. Miért Junkies? Junkies? De arra mi már nem jártunk, szóval azt így nem voltunk. Nem voltunk. Nem voltunk. Nem. Egyetlen egyszer se voltunk. Nem mentünk majmot nézni. Nem mentünk majmot nézni. Pedig nekem egy időben az volt a kedvenc magyar zenekarom, a Junkies, de... Igen. Eléggé kedvenc zenekara volt. Jó, hát na. Volt egy olyan szám, amit nagyon kedveltem tőlük, azt most így nem is tudom melyik, így hirtelen, mert nekem nem volt annyira meg a Junkies, bár voltam Junkies koncerten is, meg hallgattam általad is, de melyik volt az a szám? Szóval. A Junkies része volt az életünknek akkoriban, abban az időszakban, nem véletlen, mert hogy akkor ők eléggé pörögtek, és ott voltak mindenhol. Főleg az én életem. És a te életedben az egyik kedvenc volt, és ez miatt voltunk nem egy koncerten is. Mi nekem... volt a másik kedvencem? Junkies. A másik. A másik? Külföldi zenekar? Külföldi zenekar. Moonspell-ra gondolsz? Akkor nem. Hát jó, az is, de nem. Ja, akkor azt nem. Követte, igen, a Type O Negatív. Igen. Amire nem mentél koncert. Hagyjál meg. Miattam. Mert hogy nem tudtunk kettő jegyet venni, nem? Valami hasonló. Ő vette meg a jegyet nekem. Csak igen, mondom. És te miért nem mentél be akkor, hogyha már... Mert egy jegyet tudtunk tényleg venni, és nem akartam úgy elmebe menni, hogy nélküle. Na, meg milyen a... rendes fiú voltam már akkor. Azért ne fényezzünk. És megvettem a jegyet, és aztán meg nem ment de be. De azért ne fényezzük nagyon túl magam, mert nem volt rám jellemző, hogy egyedülben menjek ettől függetlenül. Na, de az a lényeg, hogy az is a Pecsába volt. És de bemehettem volna. Amúgy is azt az érzést ugyanúgy nem egyszer megcsináltuk a Pecsánál, hogy oda mentünk a Pecsa elé, ott voltak a padok, és ott kiültünk, és ott hallgattuk a kiszűrődő hangokat, meg a haverokkal ott dumáltunk, beszélgettünk, vagy az akkori barátokkal, amiből most már eléggé elkopott. Hát nem feltétlen nevezném barátnak, de ez fölösleges téma, hanem az, hogy akkor az emberi kapcsolatok olyan nagyon, de nagyon, de nagyon mások voltak. Volt egy ilyen kis, hát a Sörkert is ilyen volt, nem? Igen. Mindenkit ismertünk látásból, tényleg szinte kivétel nélkül. És volt egy olyan, hát ma menjél el egy buliba, lényegében félsz bemenni a szórakozó helyre, mert olyan történések vannak, mind politikailag, mind az emberek is teljesen másak. Viszont akkor... beléptél egy szórakozó helyre, mindenkit ismertél, nem volt mitől félned, legfeljebb idegentől féltél, mert akit nem láttál még ott, az idegen volt, de hát ő meg egyedül volt, a többiek meg mind ismerték egymást, nem? Igen. Tehát ez egy teljesen más világ volt, és annyira jó volt, hogy oda bement, és mint egy ilyen családba. Olyan mindennapos, olyan természetes hát volt. Alapból a 90-es évek, vagy legalábbis, nekem a 97-es év az minden szempontból jó volt, mint történelmi pillanat volt, hogyha vehetjük az életembe, mert akkor ismertelek meg téged. Az ott egy nulladik kilométer kő volt a sok ezer kilométeres utunk folyamának az eleje, amikor még nem is gondoltuk, hogy 20 évvel később mi fogunk majd ülni itt, és így beszélünk erről. Hát azt nem gondoltuk, hogy mi így fogunk beszélni erről. Szóval és főleg azt volt. Nem, hogy neked. És hogy hogyan történt ez, hát azt mesélte el te. Már hogy ismertük igen. Meg? De ha te felhozod, akkor te beszélj róla. Úgy történt, hogy volt egyszer, nem volt. Mindegy, hagyjuk, most nem ez a lényeg. A 90-es éveknél maradjunk. Azt majd elmeséljük külön, annak van külön története, és hosszú okay. Lenne, kinyújtanánk. És itt jó. Most az a lényeg, hogy beszúrtuk, mert hát ha már 90-es évek, mi voltunk benne úgy elsőre együtt. Mi van? A 97-es évek. 97-es évek. Hát ez egyre jobb. Na jó, figyelj, átveszem a szót, mert átveszem a szót. Én azt mondtam utoljára, hogy a Sörkert, a Pecsa, hát a Pecsa Sörkert, a, ja. Meg az összes többi szórakozó, akkor ilyen rock szórakozó helyek,
Azok ilyen, mint például a Röfi, mert akkor volt Riff-Röfi. Riff-Röf, csak nekünk Röfi. Röfi. E-klub. Az volt a legjobb hely. Onnan nem dobtak ki egyedül, minden máshonnan ki lettem dobva. Mármint a Röfiből. Igen, a Röfiből nem lettem kidobva. De egyszer. Neked az is olyan családias volt, te azt nagyon dicsérted. Teljesen, hát ilyen szalma ülőhelyes, és nyugodtan be lehetett úgy. Szalma ülőhely? Igen, ilyen zsákokba töltött szalma ülőhelyek voltak. Voltam én ott józan? Szalma ülő? Igen, ilyen zsákokba töltött szalmás ülőhely volt. Ez melyik bolygó? Nem, rémlik? Nem. Meg. Lehet, hogy keverem, de nem. Szerintem a Riff-Röf volt az. A Riff-Röf volt, tuti. És aztán... Mondjuk én a Röfibe olyan marhasokat nem ültem. Igen, a pecs, igen. Ez a Pecsa után volt, mert aztán a Riff-Röf, ami ott a Kosztolányi után, a Fehérvári úton még gyalogolt. Fehérvári út 120, igen, ha jól emlékszem, nem? Igen, amiből lett egy másik valami, nem tudom milyen számú szórakozóhely. Oda jártunk, plusz még volt mellette később a... oda jártunk biliárdozni is mellé. Igen, de mellette az egy volt. Nagyon hosszú biliárdos függős időszak volt. De jó volt az is. Akkor nagyon rápattantunk, de már kilépte a 90-es évekbe, vissza az már 90-es évekbe. 90-es évekbe a Riff-Röf volt, a Wigwam volt. Állj! A Wigwamot én imádtam, ő nem. Ő mérges volt a Wigwamra. Igen. Jaj, ezt hagyd meséljem el. Na, mesélj. Melyik életem, azt hiszem, hogy legelső koncertje, de nem vagyok benne biztos, mert volt egy röfis sztori is, de már mindent tudod, úgyhogy neked már nem mondok újat. Életem azt hiszem, hogy legelső koncertje, abban az időben, ugye tizenévesen, nekem haza kellett mennem mindig az utolsó busszal. Tehát az volt megdumálva, hogy elmehetek a koncertre, de az utolsó busszal menjek haza. Na most az utolsó busz az ilyen 11-12 óra, tehát éjfélig bezárólag hazaért, ha jól emlékszem. És hát nem tudtam otthon elmagyarázni, hogy a koncert az 11 órakor kezdődik. Tehát az tök ami jó, hogy... Ami Wigwamba volt? Igen. Hát amúgy is. Na, hogy azért kezdted emesélni most, akkor az egy Wigwamos buli volt. Igen, de hát tudod, melyikről beszélek? Nem tudom, melyik buliról beszélek. Nem áll. Melyikről? Tényleg. Tudod? Melyik? Nem. Minden, akkor mindjárt mondom. Szóval a minden ilyen bulinál ez volt, hogy az utolsó busszal menjek haza, de a koncertek viszont 11 órakor kezdődtek. Tehát oda megyek. Iszok keveset, és akkor két óra múlva hazamegyek? Szóval hogy? Na mindegy, és ez is egy ilyen volt, egyébként Junkies buli volt. A Wigwamba volt Junkies buli. Igen, de a régi, legelső régi. Várjál, mi volt? Csörsz utca. Ahol most a Mompa. Ja, hogy a régi Wigwam hely, igen. Régi, ja, az régi. Úgy megvan, az úgy, én most már csak az új hely, új Wigwam helyre gondoltam, amiből klub 202 lett, vagy mi. Nem tudom azt. Nem, hát, nem ott nem kint a villamos végén a másnál. Nem. Ez basszus, az ős tényleg, úri. Mert a Mom. A Csörsz utcai, ahol a Mom lett, a ahol, pláza ahol lett. Még nem volt Mom Park, Mom Plaza, vagy mi, igen, Mom Plaza, akkor még nem volt ott, egy nagy üres hely volt, vagy valami, nem tudom mi volt a helyen. Azt tudom, hogy fölötte van az a, nem kek, mi az Isten, a, már mindegy, nem tudom. Ja, most már tudom, miért nem kedveltem azt a helyet, igen. Ott voltak történések, de nem volt semmi olyan... Jó, voltak... Ezek szerint nem szólt bele a hosszú távú időintervallumba, itt vagy mellettem most is. Jó, azért voltak az ott is történések. Az egy ilyen kis hullám volt. Szóval szerintem 90-es években még megbocsátható bűnnek számít, hogy egy vagy két év után, vagy még annyi se. Szóval, hogy voltak azért ilyen kilengéseink, még akkor ugye a nagy nehezen indult be a motor, meg voltak még olyan bulik, amik befolyásolták az érzéseinket, mindkettőnk érzéseit, igen. De valamiért ez a vonzódás, ez így nem távolodott el tőlem, minden állom. A vonzódás, ez nem minden állom tapadtál rám. Én tapadtam rá. Igen, én megfordítva vissza. Tényleg, te voltál a tépőzár melyik oldala vajon? Én a szőrös, te meg a kampos része, vagy fordítva? Kész. Akkor már mágnes. Hát, mert most egy jól működő tépőzár. Gábor, nem áll! Ja, de ez e-mail volt. Igen. Na, mindegy. Szóval, a Wigwam, mit mondtunk még eddig? Várja, volt az E-klub. E-klub? Hát az E-klub az... Na, én azt imádtam. Az ott az volt a legelső buli hely nekem, ami... Hát...
tényleg, mert akkor kezdtem elölveszteni a hosszú ujjamat. Te, amikor megismertél, akkor még egy ilyen gombafejű embernek mondtál te, mert hogy az árnyékomat láttad az aszfalton, és olyan volt, mint egy gomba. Nem csak, hogy gomba, hanem gomba fejű. Igen. Néztem az árnyékába, hogy minden embernek, meg minden pasinak normális feje van, hosszú haja van, neki se hosszú haja, csak így fölfel állt, mert ugye növésben lévő göndör. Hát és göndör, nagyon göndör. És az tudjuk, hogy az ilyen fél mikrofon. Hát így kifele állt, igen, igen. Na, és mindenkinek normális volt a feje, meg a haja, neki meg ilyen kis pumukli, ezt mondtuk, nem? Pumukli igen. Feje volt. És mondom, nem hiszem el, hogy az én pasim az egyetlen, akinek ilyen nagy feje van. Hát voltam pumukli, gombafejű, minden. Igen, rezső. Bár a gombát azt utólag mondtad, hogy gombafejűnek láttál, az úgy akkor én nem tudtam róla. Azt úgy bevallottad egyszer, hát csak valamikor pár év után, egy pár évvel utána, hogy milyen sötét gondolataid voltak nem, a fejemben. De nem nyomod sokat alatba ez. Így van. Hát látszik, itt van. Még mindig itt vagy mellettem, és most már nincs gombafejem, most már kecskefejem van. Igen, és le kéne vágni, igaz? Ja, igen, tessék, igen. Nyiszt le van vágva. Többen is na, hirtek. Ez már a 2000-es évek, ide ne jöjjünk, menjünk vissza oda a 90-es évekbe. Jó. Ott tartottunk, hogy E-klub. Én imádtam az E-klubot. Őszintén szóval, hogyha tényleg őszinte akarok lenni, nekem jó, imádtam a Pecsát, imádtam a Röfit, imádtam a Vigvamot is, bár oda sajnos ritkán jutottunk el. Nem hát tudom miért. Sokszor nem volt, hát úgy... Még jó, hogy imádta az E-klubot, ott látott életében először. Igen, hát igen. Ez nem kérdés. De nem, amúgy az E-klubot sokan nem szerették. Ez az őskori E-klubról beszélünk, amikor még nem volt diszkó semmi, a csak és kizárólag, most itt hagy engem, hogy egyedül igen, beszéljek. Mert eszembe jutott valami, beszélj. Csak és kizárólag az E-klubban volt olyan, hogy több terem. És egyszerre volt, hogy több, nem tudom, hogy egy időben, de szerintem igen, hogy több koncert is ment a nagy terembe is ment, koncert kis terembe is ment. És én ezt imádtam meg, hogy több, tehát, hát több helyiség volt, külön lehetett ülni jobbra, külön balra, mit tudom én, imádtam. És az emberek többsége valamiért nem szerette az E-klubot, én ezt nem tudom, hogy miért. Sokan is volt. Hát egy kicsit szűkös, de még feljön rám. Kicsit megette a moly, tata. Hol? Semmi, csak mondom. Hát, igen. Ez az a póló. Ez volt rajta, amikor megismertem. Nekem életem. Nem tudom, az én pólom mi volt, meg hol van. Rajta ez volt. Életem első E-klubos buliában ez a póló volt rajtam. Egy ilyen előbulizás volt erre a koncert, mielőtt volt az első koncert. Elmentünk az E-klubba, és akkor voltál te ott, és szólított le engem. Nem te, mert hát a barátnőm, igen, ő leszólította, hogy jó a pólója. Még az a durva, hogy még a pólóját miatt szólította le. És innentől, hát sajnos még mindig itt van. A póló meg, is, meg ő is. Megfertőzött, de amúgy tényleg ez a póló, ez 97-21 éves, és még mindig jó. Még mindig egyben van, nem? Ja. Tehát ez hát igen, azért ez... 97-es első Manowar koncerten álljál vett fel, póló. Most már örökíts, állj fel, húzd ki magad, és örökíts meg első magad. Saját pólom, zenekaros pólom, ami, mert belerúgok. Várjál, hasad be, mellett, ki, ja igen. Nem, azt nőknek kell, vagy mi van? De nem, jó ez, hát nézd meg, hát pont. Jó van, hagyjad már ezt a divat, kicsit feszes. Olyan, mint a kikarót nyert. Igen. Na, nekem ezek a pólóinnál nincsenek meg, francba. Pedig volt nekem is junkies póló, meg szerintem volt... Szerintem van, nincs. A kell a póló... Nincs. Igen. Ja, hát persze, hát a kell a koncertek is volt, nem is egy, ráadásul a 90-es években. És az ugyanúgy volt Pecsába is, és a sörkertben nem volt... Nem biztos, hogy a kell a koncertről szeretnék mesélni. Nem, várjál, akár a talán hú, ott nem. Ott is volt valami, a kakocsosok meg hasonló a Pecsába. Nem szeretnék közreműködésével ottan voltak történések. Nem. Nem szeretnék ezekről beszélni. Nem. Lépjünk túl ezen most. Viszont a legeslegelső E-klubos bulin, amin te nem voltál ott, azon nem voltál ott. Az nem hát volt, amin nem voltam ott, azon az, tényleg az nem volt más, mint arra nagyon emlékszem, azt a
a Manowar koncert előtt elmentünk egy ilyen előbuli, hogy szokták hívni, amikor így buli előtt vagy? Nem after, hanem előbuli. Nem tudom, mindegy, hagyjuk, nem érdekes, 90-es években, mindegy. De mit akartál most mondani? Hogy mi valami előbuli? Hogy mielőtt elmentünk a nagy koncertre, mármint, hogy ami a Pecsába volt, előtte elmentünk ilyen bemelegítőnek, a Airclubba volt a Moby Dick, akkor emlékszem még Na, azt én nem szerettem. Emlékszem még a Kobaknak a egyik kedvenc zenekara volt akkoriban, és ott ő általa ismertem meg a Moby Dicket, és elmentünk megnézni őket, viszont a végére már, hát... Ja, az annyi, volt az a nagyon nem jó neked. Mivel, igen, a végére nem tudom, mi volt a vége, azt tudom, hogy végem lett. Én még nem voltam ott. Nem voltam. Asodró fával. Nem voltál ott, viszont az történt, hogy hát a Moby Dicket annyira nem ismertem. Viszont ezért inkább alkoholt fogyasztottam. Annyira nem is volt kedvenc, így igazán hallgattam, jó volt, jót buliztam. De szerintem akkor mindenre elmentél, nem? Igen, ami úgy jött szembe, az úgy volt, de akkor ottan úgy így a színpad előtt a legelső sorban úgy egy olyan kép van, hogy így jó, nagyon jól élvezem azt a bulit, meg tombolok, meg ugaskutya, stb. Vagy valami hasonló lemez bemutató, vagy valami volt, most nem vagyok biztos benne. Akkor annyira még sincs ez meg, igen, jó van. De úgy aztán úgy eldöltem ott az első sorban, aztán vége. Mert nem voltam ott. Csak azért. Viszont az E-klubnak volt egy nagyon jó ilyen udvarra kimenő rész, emlékszel? Mondjam? Igen. Ahol lehetett állni. Nem! Nem! Nem, rókák voltak az ajtó mögött, meg ilyenek, szóval ott, amikor kimentél, akkor ilyen állatbemutatóként... Répaszínű rókák voltak az ajtó mögött, és ez arra... Megcsapott a friss levegő. Vertél egy nagy levegőt, és az ebből úgy nem utána... Ebből nem ki, szerintem ezt lépjünk ezen is. Jó, igen, igen. Vannak dolgok, amiket az életbe túl kell lépni, szóval nem mindenről kell. De szóval ezt így ez ilyen napoljuk. Ez igen, az egyik ilyen igen. Volt. Ez egy gázbuli volt neki. Én úgy emlékszem, hogy azt mesélte. De viccen kívül akkor egy kicsit tényleg sokra sikeredett ez igen, a dolog. Igen, igen. Úgy aztán úgy nem tudom, mi volt tovább. De amit nekem mondtál, az még volt, csak nem tudom, akarsz arról beszélni. Arra gondolsz, hogy a színpad előtt mi történt? Uh-huh. Az történt, hogy kicsit túlfogyasztottam magam friss szénsavas ásványvízzel, és mivel felpuffasztott ez gyomorilag... Nem arra a részére gondoltam, azon már túlmentünk. Gyakori... Nekem is voltak hasonló élményeim, kettőször, soha többet. Tehát az a két alkalom, nem szeretnék róla mesélni, ha nem baj, viszont úgy gondolom, hogy kellett az ahhoz, hogy tanuljon belőle az ember. Szóval amikor azt mondják, hogy így ne így áll, úgy ne így áll, de igenis annyiban jó, hogyha az ember megtanulja, hogy mit nem szabad, mint hogyha mindig mértéktelenül, vagy nem is tudom, hogy jól mondom-e. Szóval valamilyen szinten ezt így nem lehet behatárolni, vagy beszabályozni szerintem, Az kell, nekem legalábbis kellett az, hogy tudjam, hogy miért nem szabad ezt csinálni, mert tényleg nagyon, nagyon nem jól tud Egy szó van be, amit ide akár fel is iratozhatsz majd, hogy... Manowar. Nem, az már fel van iratozva. Igen, ja, csak amit a karót nyertél. Alkohol fogyasztása nagy betűkkel, még nagyobb betűkkel, mértékkel. Na hát ezt a mértéket, amikor az ember fiatal, akkor egy kicsit túlbillent. Igen. Ti a mértéket, a mértéktelenségbe és a mértéktelenségből, amit te akartál mondani, az már nem az E-klubban volt, hanem az a Riffröv-ben volt, viszont ott az a helynek az volt az előnye, hogy ott ismertek már annyira, hogy nem volt gond az, hogyha egy kicsit, hát hogy is mondjam, szóval mértéktelenül fogyasztottam az alkoholt, és az buli az úgy nézett ki, hogy lement a koncert, és miután lement a koncert, jött a rockdiszkó, és a rockdiszkó... Hú, azok viszont olyan jók voltak. Azok nagyon jók voltak, azok az időszakok. Igen, a rockdiszkónak az volt a szép része akkoriban, legalábbis a lányok ingyen mehettek be.
Igen, az E-klubba. Nem, a Röfibe is volt Röfibe ilyen. Röfibe is? Hát Röfibe? Amikor Trabanttal mentünk, kb. 10-en. Ja, tényleg. És a... hajnali 4, vagy mi a hajnali, nem tudom hány óra, 1 vagy 2 óra, nem tudom. Ja, tényleg, a Röfibe is volt valami. Mert X óra után volt lányoknak is. Sőt, neked még volt olyan, hogy mesélted, hogy a személyigazolványt, hogy fel kellett mutatni, vagy valami. Az a Röfi. Azt mondtam az előbb, hogy a Wigwam, nem tudom, hogy melyik volt a legeslegelső, a Wigwamos vagy a Röfis. De egy időben volt. Ja, egyébként ott a Wigwamban, ott maradtam végül is, azt hiszem, a Junkies koncerten, de már nem tudom. Igen. Most akkor ezt mély mondtam. Nem emlékszem, basszus, de tényleg. Hú, de ugrunk. Azt tudom. E-klub, Wigwam, Röfi, és akkor már jöjjön be egy Viking, mert volt egy Viking nevű hely is, ahol nem. Jó, de várjál, mert már megint megyünk mindenbe bele egyszer, azt ezt még gyorsan lezárnám. Hogy azt tudom arról bizonyos Wigwam koncertre, hogy ott ültünk a barátnőmmel, mint első koncertünk, nekem első koncertem volt, vagy ez, vagy az a Röfis, de ott ültünk az asztalán, ilyen hosszú sörpad, ugye? És így meghúzódva a kislányok, még néztük, hogy mi van, és jöttek a zenekar tagjai, és hát mi, Úristen, Jézusom, Istenek, mit tudom én, hát akkor még ugye máshogy gondolkodsz az ilyen dolgokra, és megjelentek a zenekar tagjai, és leültek az azt, a mi asztalunkhoz, érted? A mi asztalunkhoz, basszus. És mi végünk volt, hogy Úristen, és akkor ott ugye iszik az ember, meg ízik, hogy meghúzza magát. Hát még nem tudja, miről szól egy ilyen buli. Hát jó, hát kedvenc zenét, de hát most és mit csinálj, ezt ültünk. És akkor hogy miattam iszol te állapni. Ja, csak akkor te még nem voltál. Igen. Na és akkor volt ez, meg volt az a Röfis balhi, az meg csak annyi, hogy amikor ott mentünk, akkor ott nagyon szigorúan vették, hogy nem engedtek be 18 éves kor alatt senkit, csak aki nagykorúval volt. És mi ketten voltunk szintén a barátnőmmel, nem voltunk még 18-ak. És nem volt nagykorú. És hát kérték a személyt. És nem volt beléptetőrendszer. Nem. Akkor nem. Akkor azt hiszem mentünk haza. Úgyhogy, hát akkor nem lehetett az akkor az ezt első. Csak a lányokkal csinálták, így már a fiúk bemehettek, életemben nem emlékszem, hogy egy szorakozó helyen kérték volna a személyben. Hát te már akkor is öregemnek tűntél, mint én. Igen? Igen. Amíg 30 évesen is nem, nagykorú... 10 évesnek néztek, nem, na, nem volt szakát. Szerintem lehetett vennek valami előzménye, valami balhé, vagy ki tudja mi, ami miatt akkor éppen szigorúbban vették a dolgokat. Meg mondom, nagykorúval beengedtek. De mi ketten voltunk, és ordított rólunk, hogy 15 évesek voltunk, vagy 16. Igen. Érted? És amúgy az utolsó busszal úgyis haza kellett volna mennem, szóval tök mindegy igen lett volna. Na és mit valami... Na de a Riffrövben volt az, hogy ott tök jól működött a koncert utáni buli. Amúgy ott még Aurórán is voltam egyszer, ahogy emlékszem, és az volt a első és egyetlen olyan élményem, úgymond a pózásban, ami úgy mellbevágó volt, mert vagy a zenekar valamelyik tagja, vagy valami így ilyen, valami így belökött így a tömegbe, és ott azt úgy rendesen... Melyik ez a Röfi? Nem, igen, a Röfibe, a színpadról ugye lehetett érni a közönséget, és a zenekar valamelyik tagja így ja, volt belökött valami a tömegre, ilyen, én elő voltam, és jól éreztem magam, és szerintem egy kicsit túl közel mentem hozzájuk, azt visszalettem. Túl közel, állandóan vissza... a színpadon volt a koncertek után, mármint nem szerzé előadni, szerepelni, hanem hát lehetett ott lenni, nem volt tilos, oda hát fel lehetett ott menni, voltunk. Ott lehetett lenni a színpadon, és ott bulisztunk a rock diszkóra, úgymond. És ráadásul olyan volt a DJ, aki kérésünket teljesítette, és mindig berakta azokat a számokat, amit kértünk. Sőt, hogyha már látta, hogy mi vagyunk Alice ott, Cooper, mert elég sokszor voltunk, igen, akkor már nem is kellett kérni, mert látta, hogy ott vagyunk, bulizunk, és lényegében zárásig ott voltunk. De volt egy olyan pont, nem egyszer, talán kétszer, de háromszor is előfordult, de többször is. Na! Amikor nem tudom, hogy lett a vége a bulinak. Többek között egyik, amit az előbb említette, az olyan volt, hogy úgy hazavittek autóval egy helyre, és másnap, amikor felébredtem, akkor szembesültem, hogy ottan valami nem volt éppen tiszta, mint ruházatilag a helyzet, szóval igen. Jó
jól éreztük magunkat, fiatalok voltunk, megittuk csináltunk a magunkért. Csináltunk jó sok hülyeséget, de nem vagyunk rá büszkék, fontos. Várjál, ezt egyszerre bólogassunk szépen, várjál, példamutatóan, várj már meg! Igen. Egyszerre. Na, rajta. Nem voltunk, igen. De azért se egyszerre csinálja. Nem vagyunk rá büszkék ezekre na de igen, dolgokra. De most, hogyha nem térek ide, amikor Bulgáriában voltál és ezt csináltál, ott az az igen, ez meg a nem. Emlékszel? Ez hogy jön ide? Már ugye a bologatásból beugrott most hirtelen. És ez hogy jön ide? Mindegy, tegyük félre. Szóval... Na... Tanultunk az esetből, és a lényeg az, hogy lehet, igen, lehet jól érezni magát az embernek ebbe a formájában is, hogy az ember alkoholt fogyaszt, de tényleg a mérték az nagyon fontos. És ami a legfontosabb, hogy oké, rendben, ittunk, viszont ártani, meg másoknak soha nem ártottunk. Meg nem is hát voltunk mindig csak is. Ma mi magunk voltunk az áldozatai a hülyeségnek, ha én így visszaemlékszem. De nem is voltunk balhés. Balhés soha nem volt. Balhészorok... Olyan dologról itt szabad beszélni szerinted a macska ügyben, amiről akarok beszélni? Macska, mire gondolsz? Nem a többszlire. Beszélj, nem tudom, kezd el, és akkor... A egyszeri alkalom volt, hogy volt lehetőség... Mondjad. Tudod, miről beszélek? Nem. Ne idegesíts már, tudod, miről beszélek. Macska. Akkor hogy mondjam? Pecsasörkert, kint voltunk. Igen. Ja, persze, hogy nem, de az nem ilyen macska. Mert úgy hívták. Ja, az így nincsen meg nekem. Mindegy. Egyetlen egy alkalommal volt olyan, hogy kínáltak nekünk füvet. Én megmondom őszintén, hogy még életemben nem próbáltam semmilyen fajta szert. Az alkohol volt az egyetlen, de azt se vittem túlzásba. Ez ugyanúgy igaz rám is. Két alkalom volt, hát együtt voltunk. Igen, azt mondom, ott kint a pecs előtt az a... kör alakú pad részre gondolsz, és hogy ott volt ilyesmi. Ott voltak ilyen emberek, igen, ami ilyeneket... Tehát ott kínáltak ilyesmit, lett volna lehetőség. Nem jött össze neki. De nem jött, hát figyelj, én magamat ismerem, én tudom, hogy ha nekem valami jó, akkor azt, ha kipróbálom, akkor utána csinál. Tehát hajlamos vagyok arról, hogy csináljam, mert ha először jó volt, másodszor még ne lenne jó. De hát ha itt ezt is, te ezért nem megy kaszinóba. Ha én ezt tudom magamról, hogy rá tudok valamire kattanni, akkor nem fogadom el, akkor nem megyek bele. Tehát de nem csak azért, hát amúgy felülkerekedek, meg volt a határ húzva, volt egy határvonal, és nem volt a mértéktelenségnek annyira mértéktelen a szórakozás ér mindent, hogy minden jöhet, ami ezzel jár. De nem, meg hát jól éreztük magunkat. Ha egyszer jól érzed magad, akkor mi a francnak nyúlsz olyan dolgokhoz, ami... Még ha új semmi is. Ha jól érzed magad, még új dolgokhoz se kell nyúlnod. Viszont tény, hogy ott abban az időszakban voltak ilyenek, de szerencsére ez minket full elkerült. Teljesen elkerült, és amin rendkívül öröm, hogy ez így is történt most, hogy így visszagondolok. Az alkoholra meg visszatérve, az meg azért volt jó, még hogyha akkor voltak olyanok is, hogy nem volt jó, mert nem emlékszel rá, mert tanultál belőle. Tehát nem az van, hogy még most is 30-valahány éves fejjel esetleg előfordul az, hogy elmegy az ember valahova, és utána annyira sikerült túlöntenie magát, hogy azt se tudja, hogy mi volt a buli, meg mi volt a lényege. Sőt, meg kínosabb. Most annyira fordítva van, hogyha valahová elmegyünk, vagy voltunk az utóbbi években például, akkor egyáltalán nem is ittunk úgy, hogy olyan történjen elő, csak kizárólag így ilyen szomnyoltásilag. Na hát azért ez így erős, de szóval így nál nekünk lényegében csak a sört isszuk meg. Nem? Ezt mondhatom mindkettőnek. Igen, abszolút. Tehát így semmi mást, ciki, nem ciki, vagy tetszik, nem tetszik, nem szoktunk ilyen rövideket se inni, mert én például egyáltalán tudom, hogy hol ciki, a határ. Ez nem is jó az a szó itt szerintem, jó, hogy ciki. Jó, mindegy, én most arra gondolok, hogy aki esetleg néz és máshogy gondolja. Én úgy vagyok vele, hogy nem tudom, hol a határ, nem tudom, nem is ízlik, nem is tudom, hol a határ. A hatásától kifejezetten félek, szorongok, nem akarok ilyesmit magamnak, hogy én féljek attól, hogy mi lesz az este vége. Tehát ezt nem. Olyan előfordul, hogy ilyen welcome drinkként
házi buliba, amikor ezt megérkeztünk. Ezt akartam, pont beugrott az, amikor Velencénre lementél, és én is lementem egy házi buliba. Azt ne. Hogy ott azt ne. Volt nem csak de hát ez nem most is, volt. Sőt, ott egy jó kis átverésen is sikerült beugranom, mert hogy... Meg nekem is. Neked is, igen. Igen. Ez egy házi olyan házi buli volt, ami egy hétvégén áttartott. Egy hétvégi... Egy egész házba csak rockerek voltak. Egy hétvégi ház, igen, a Velencei parton, ahol egy kedves cimbora jött azzal, hogy... Amúgy éppen nem voltunk együtt, mert baromi mérges voltam rá, és én úgy gondoltam, hogy akkor mi nem vagyunk együtt. De aztán végül mégis annak köszönheted abba a buliba, hogy aztán mégis együtt lettünk. Ez így igaz. Mert aztán a téglával meg stócolt ágyon együtt aludtunk. És akkor még csak aludtunk, na, még ilyen részletek is voltak. És ja. Ott volt az a bizonyos vegyes kazetta, amin voltak X számok, aminek köszönhetően megismerted a Monster zenekar. Nem, azt előtte. Az előtte volt? Az előtte volt. Akkor ott de milyen zenekar volt, amit a vegyesre megismertél? Ó, hát azt már... Therion? Nem. Talán vagy. Nem, talán a Krematori. De nem az, hanem az, amit az előbb elkezdtél mondani, hogy átverődtünk, mert abban a buliban úgy azért hangsúlyozom... Ja, egy kedves cimbora hogy... volt egy olyan, és a borró ugrott be, hogy nem vagyunk egyáltalán borosok, de ott kínáltak egy ilyen nagyon jó házi bort, amit így üvegből így... Én pont a borra jártam egyébként pórul, azt megelőzően, tehát mint említettem, nekem két olyan esetem volt, ami gáz volt, az egyik az bortól történt. Nem kell semmi komolyra gondolni, nem volt az sok, de nekem elég volt, és ezért én bort egyáltalán nem iszok. Viszont volt ez a házi buli. Két napig tartott, vagy három, tehát egy hétvégén. És amikor már mindenki mindent kiívott, mindent, de tehát így a falakról is az alkohol folyt, tehát a vízcsapból is az alkohol folyt, azt úgy kell képzelni. De és amikor már mindenki mindent megívott, utolsó nap jöttek, előálltak, hogy maradt egy kis bor, ki kéri? És így tartják a 2 literes ásványvizes palackot. A többit te mondjad, mert nem akarok mindent én elmesélni. Na és abban a palacban meglepő módon szerintem ez számítható volt a mesélés alapján, hát nem bor volt, hanem olaj. És sikerült mindkettőnknek megszívni és meghúzni. A bár most így visszagondolok, az olajnak van illata is, meg teljesen más súlyú, meg folyású az olaj, ha belegondolsz, nem? De szerintem az egy olyan házi buli volt, miért megy el a hangom? Így áll. Az egy olyan házi buli volt, ahol, mint mondtam, a vízcsapból is az alkohol folyt, és hát mivel minden más pia elfogyott, sör sem volt, és hát akkor azt a bort elfogadtuk. De az csak egy korty volt. Igen. Egy 2 literes üvegből ugyan, de csak egy kortyol, és ment is oda, ahonnan jött. Már nem úgy, de hogy kiköpted, nyilván hát olajat nem fogsz inni. Na de visszakanyarodva a budapesti helyszínekre, ha már itt soroltuk a helyeket, ahol jártunk, ott van, amit mondtál utoljára, a Wigwam, azt követte a Viking, ott, ahol talán max. 2-szer voltunk. Hát ott is többször voltunk azért. De nem, ott úgy nem volt oké a hely otthon. Sőt, talán úgy is neveztük, hogy ilyen késdobálós, vagy rosszul emlékszem, vagy én hát még... ezt nem tudom, de lényeg... volt a fenébe. Nagyon messze volt tőlünk, macerás nem volt az odajutás is, dupla busza, átszállás, izé-bizé. Aztán jött mellé a Rádai klub, a Rádai utcában. Az viszont nagyon közel volt hozzánk. De az a hely, az a... ott is jó volt a rock diszkó, meg a meleg szendvics, az finom volt. A régi meleg szendvicsek. Akkoriban még ami nagyon jó volt, hogy iszonyat nagy füst volt, mert hogy még akkor lent a klubhelyeken lehetett dohányozni, nem az volt, hogy ki kellett menni. És na, volt két helység, de... jobb oldalra, hogy lementünk, volt a nem dohányzó helység, balra pedig a dohányzó helység, és az egy külön felüdülés volt, amikor így a tocsogó aszfalton, mert hogy lent a szorakozó helyen, vagy inkább az előtérnél, ahol ültünk, ott mindig ilyen nem tudom mitől, tehát párától vagy a melegtől, de ilyen tocsogó volt lehet, a föld. Lehet, hogy pia, nem? Hogy kiborogatták. Vagy a sok pia állandó, hogy igen, ott mondjuk ilyen pultról. Mondjuk az túlzásnak tűnik azért, hogy az pia lett volna. Valami pára lett lényeg, csak hogy mindig valami volt valami nedvesség. Reméljük, nem az, amire most gondolsz.
De az volt a... Ez nem a röfi, hogy az, amire beszél. Igen, a folyosótól jobbra volt egy helység, ahol finom volt a meleg szendvics, és nem dohányzó hely volt, ott jó volt levegőhöz jutni, mert nem mindig menték ki. Amúgy a Vigva, várjál, az most melyik ott is volt Junkies, tessék, ha jól emlékszem. A Rádaiba is voltunk, tuti, mert megvan. Majd elővesszük a jegyeket, és akkor... A Rádaiba sokszor sokan mentünk. Igen. És hát nem mindenre emlékszem én ebből. Öreg vagyok már. Nem tudom, hogy... Na, igen. Meg elalszik. Szóval... A Wigwamba, ami a nem tudom hagyadik Wigwamot, de szerintem az már, amit mondasz, hogy Klub 202 lett, de még mielőtt az lett volna, szóval mielőtt a kinti... Nem, a már átköltözöttől beszélek, hogy a fa volt ott is minden, és fönt volt az emeleten, ugyanis ilyen... Ott, ugyanis. Az emeleten volt füstmentes hely, igen. Nem? Ugyanúgy. Igen, igen, ott igen. Is ugyanez volt, amit mondasz, hogy fel lehetett menni cigifüstmentes helyre, de hát ki akar cigifüstmentes helyre menni, ha egyszer dohányoztunk, mert hogy mondjuk már el, hogy dohányoztunk, főleg én, mint hát az igen, állat. Akkoriban persze az állat az erős túlzás, mert nem fogyott olyan én sok. Én azért, de. Azért buliba elég sokat, még olyan nem emlékszel, hogy elnyomtam, azt kérdem a következőt. Jó, de hát akkor még lehetett dohányozni bent is, kinn is, mindenhol. Viszont ez bármennyire is rossz, hogy akkor lehetett dohányozni, nekünk jó volt, de most nem azért mondom, hanem... Arzata része volt jó, hogy elvileg nem volt jó neked, mint egészségnek, de arra gondolsz, hogy amire dumáltunk, hogy bent lehetett még dohányozni. Az a szabadságérzés, hogy nem kontrollálnak, vagy nem korlátoznak. Nem korlátoznak ilyen dolgokba. A pecsába is dohányozhattál, a munkahelyeden is dohányozhattál, a másik szórakozó helyeken is dohányozhattál. Tehát az egy teljesen más, sőt, én még arra is emlékszem, hogy a legelső pláza, az a, ha jól emlékszem, a Duna pláza volt, amikor az megnyitott, az már jóval később volt ugyan, csak azért jön ide, hozom fel, mert ott is lehetett dohányozni, a legelső plázába. Tehát akkor azt úgy kezelték, hogy ugye ilyen utca volt a pláza belseje, és két oldalt voltak ugye az üzletek. És mennyit is jártunk oda akkoriban? Hát de az már később igen. Volt, csak mondom, hogy ott is lehetett dohányozni, most meg már ugye sehol nem lehet. Nekünk akkor még úgy jó volt azért, hogy lehetett, mert mi is dohányoztunk. Nem már múlt időben. De már... Ne dohányoz. Igen. Nem jó. Igen. Voltak egy-két másik olyan szórakozó hely, aminek szerintem nagyon a nevét se fogjuk tudni felemlíteni. Egyrészt volt ez a fekete lyuk, kék lyuk, vörös lyuk közül, hogy mi most melyikben voltunk, egyszer vagy hát az kétszer. A kelektibe az úgy nem volt nagyon része, igen. Nem, valami mexikói úton, vagy hogy kifele a francba. Valami ilyen is volt, de hát az nem egy olyan, oda nem jártunk, csak egyszer voltunk ott, vagy kétszer. Akkor volt valami totálkár, és az is ott kinn ott a csövinél, emlékszel? Ja, igen, tényleg. Na, ott is volt, egyszer néztünk oda le, mert hogy akkor nyitott ki, tök üres volt, soha többet nem hallottunk róla, igaz, mi sem mentünk arra fel. Aztán volt egy másik szórak, annak se tudom mondani, Voodoo, Csepel. Hát de ott is egyszer voltunk csak. Vagy kétszer. De az nem a 90-es évek volt már az. Lehet, hogy az már később. Azt szerintem az már de később. De ezek a Total Car, meg ezek azok régiek voltak, azok 90-es. Ami biztos az E-Club, Riffröf, Wigwam, Rádai, és ezzel be is zárult a aktív Sörkert. Hát szerintem mindketten egyetértünk nem abban, hogy a Sörkert volt a leg. Igen. És minden ez így a 97, 98, 2000-ig bezárólag, de már előttem lényegében, amikor elkezdtem dolgozni, 97-ben, mert már 97-től lényegében dolgozom, akkor még építőiparba, ácskodás, kömüveskedés, stb. Volt. Még suliba jártam. Igen, 97-ben persze. 97. Hú, de rég volt. De nem sokáig. És mennyi minden felépítettünk? Tél. Tem, építettem. Annak idején, igen. Na, halljuk. Sok minden.
Na! No. Sok helyen megfordultunk. Hát volt a 90... Amúgy ma beszéltünk pont róla amúgy erről az egészről. Igen. Még a... felemlegettük a Józsival, aki segített most nekünk a hétvégén fát vágni. Szia, Józsi! Szóval ő vele dolgoztam akkoriban. Első munkahely az 97. Amúgy el fogunk menni, és meg fogjuk örökíteni azok a helyeket. Csinálunk egy videót mostan. Így most ezt így felmondjuk, és ezt így meg is csináljuk. Meg különben számon fogják kérni ja, csak... tőlem, vagy magamtól én tőlem. Jó, majd csak jussunk már odáig Budapestig, vagy valami. Igen, és ami most Nagy Kovácsi volt az első helyszín, jól mondtam, most nem kevertem össze, ugye? Én nem ami tudom ezt remete szőlős lett belőle, igen. Az volt az első hely, két családi ház, egész az alaptól az utolsó kukcserepig. Ezt végig akarod most sorolni? Nem. Azt mond csak, hogy házat építettél, ezzel a kézzel. Azt meséld el, amikor a néni nem bírta elfogadni, hogy a tizenéves... Igen, így látta, hogy tényleg ez a 16, 17, 17 voltam, 17, már 17 évesen, nem, 16-e, 97-ben, 16 évesen. Hogy tényleg én fogom építeni a házat. Az ő házát. Így nézetlen, mert ilyen 50, 17 igen, 55 kilóm voltam akkor így maximum, és így... Nem így állt rajta ez a póló. Kényelmesebb volt, most egy kicsit feszülten érzem benne magam. Már nem én, hogy feszült, hanem a póló feszül, de most már itt marad rajtam, marad, ha már így jobban átélem ezt az időt legalább. Szóval úgy jött, és így... Tényleg ő fogja építeni, mert a nagyobb volt a tégla szerintem, mint én, mert ezek ilyen nagy főfal téglákat, ahogy ott rakosgattam, és igen, én építettem, és igen. Meg csinálták tetőnek, nem tudom miért. Igen, hát az ácsmunkálatok, amit az aljára teljes, alaptól, az ásástól egész az utolsó, így mutatom, kupcserépig, ami lefedi a tetőt, minden. Ne menjünk már bele, mert én se értem, kívülről, akkor belülről. Hogy értse. Mármint biztos van, aki érti, de hogy úgy na, szóval és sok érti. Helyszínen megfordultunk. Ott már te is voltál, ott elém jöttél a munkahelyre. Valami vakolást is csináltál, amit utáltál. Hát azt nagyon, azt a köműves munkában vakolást, azt soha nem is szerettem. Több oka is volt ez, hogy a kezedet mindig tudod. De hát még te is mondtad, hát hazamentem, és ez a száraz volt a kezem, meg állandóan kiszívta a mész az ember kezét. Meg különben is, már álmomba is már messzes kenyeret tettem. Szementes kenyér. Szementes kenyér? Igen. Szóval így... beszélt álmába. Hát, de volt szakmázott. Is. Volt én meg ott voltam mellett, az aludt, a szakmázott. Volt is sok, a hétfőtől vasárnapig non-stop mentünk, nem? Ja. Nem volt megállás, meg nem volt szegény ilyen. Szegény Feri szeretett vakolni. Igen, ő szeretett vakolni, azt én. De aztán az nem volt sok szerencsére, az csak egy helyszínen volt. Aztán 98-ban meg elmentünk rengeteg helyre. De amúgy tényleg akkor már elmentem mindig eléd. Igen, mentél. Ő is jött elém a suli elé, én is mentem elé a munkahely elé. Igen. Én a suli elé hogyan mentem? A lábaddal. Nem sűrűn busszal. Nem sűrűn voltam. Hát de voltam. De voltam. Hát dehogy nem igen, a Sasadi nem tényleg. Akkoriban még Sasadi volt. Vagy ja. Most az is megváltozott teljesen. Teljesen felborult. Minden, meg kár, hogy azokból a régi jó dolgokból nem igen. Meg semmi. Dehogy semmi. Nem, itt van, tessék. 97-ben vásárolt póló, azon túl, hogy egy kicsit feszes, még mindig jó. Ja. Következő videóban én fogom felvenni, mit szólsz. Jó, ezt? Nekem adod? Hát, ha megpróbálhatod. Úgy se adja nekem. Megpróbálhatod. Csak így a buli kedvéért. Amúgy tényleg 97? 97, ugye? Már hogy rajta kéne, aha, hogy legyen? Nem, nincs, de nincs rajta. Nem. De az nem ilyen turné valami? Nem. Hát akkor rosszul emlékszem. Ja, se erről jut eszembe. Már amúgy arról beszéltünk, hogy nekem mi volt akkoriban a kedvenc zenekarom, de arról nem, hogy neki mi volt. Bár mondjuk rá van írva, hogy tök minden. Ja, tényleg, és a már kedvenc zenekar, erről jut eszembe. Megvan az a DVD felvétel, amin rajta vagyok. Ezzel a gomba fejemmel. Ez a koncert 94. 97. Milyen 97. 94-ben is voltál. Nem, 97 volt ja, az első. Ja, akkor az a Jani.
Az a Jani volt először. Akkor te nem vagy Jani, ő a Jani. Ő volt a Jani, akkor először akkor te... ott, ami először koncert akkor, volt, igen. Akkor te nem vagy true. Én nem vagyok, igen. De akkor 97-ben volt. De az igen. Az enyém. A 97-ben voltál, ez az a koncert? Uh-huh. Aha. Ahol na, volt az elmondom. Én nem mentem be a Typo koncertre, miatta. Ő viszont bement a Manowar koncertre, nem miatta. De viszont akkor nem voltunk még együtt azért. De együtt voltunk. 97 áprilisban volt, és 97 június óta vagyunk együtt. Hoppá. Hát ez lehet. Akkor még csak nem tudtál róla, hogy létezem. De kint vártalak. Hát... Az említett fapadokon. Ah, igen, az 98 volt amúgy, tehát így egy évet ugortál. Hoppá! Na, az követő évben, 98-ban tényleg volt még egy koncert, és akkor tényleg kint vártál. Akkor ez nem az? Ez nem az, hanem az a 98-as koncert volt, és ott tényleg kint vártál a pecsába. Felegyestem bele. Pardon. Minden évben jöttek ide, és most meg nem hajlandóak egyszer sem. Meg kétszer volt csak az, 98, aztán 2002. És ott vége. Ott már ott voltam. Ott már ott voltam. Ott és ott esett az eső, voltam. És ott úgy, olyan idő volt, hogy jó volt az is. Ja. Na. Aztán a sok munkának megjött a gyümölcse. Most olyanok vagyunk, mint egy idős házaspár. Nosztalgiázunk. Megpróbáljuk, igen, mert előkerültek itt a régi dolgok, meg beszélgettünk amúgy is a régi munkákról, meg ilyenekről, és így akkor már összefoglaljuk magunknak. Meg úgy neked is, hogyha abban az időszakban voltak olyanok, akkor az tökre jó lenne, hogy így elbeszélgetnénk. Ja, az ilyen velünk egykorúak jelentkezzenek igen. Már így, ilyen hasonló... ízléssel megáldott emberkék, vagy hasonló. Vagy abban a korban lévő emberkék, hogyha így megszólalnának például, az tök jó lenne így. Mert ez tök jó erről beszélni. Simán nem? Elképzelhető, hogy például akár te csináltál rólam fotót, vagy fordítva én rólad. Bár hát ha valakinek ilyenje van, ha valakinek meg ilyenje van, akkor még jó, hogy írjon oda le szépen egy kommentet. Csak a kompromittáló fotókat azt azért létszi ne, de nem. Akkoriban most viccet... még bátran bulizhattál, csinálhattál bármit. Nem voltak a klik-klik-klik kattintások non-stop, és egyébként nem voltak megörökítve. És azért is jó, hogy most ez a videó készül, mert hogy így, ha akkoriban nem is lett megörökítve, így is már elég homályos, ahogy emlékszünk rá, de legalább, hogyha kapunk egy valami izét, szélütést, hogy a kezünkbe kerül ilyen jegy, meg ilyen hasonlók, akkor így meton. Mint az 50 első randiba. Ott is tudod, van ez a felvették neki videóra, és akkor mindig lejátszották. Igen. Ki tudja még, mi lesz velünk. Legyen ez meg. És akkor most így minden megvan szépen. Ez amúgy azt nézem, hogy ez maga az eredeti jegy, vagy ez már lefénymásolt? Nem, ez volt az eredeti. Ez az eredeti ilyen fénymásolt. Nem, ez papír. Amit már mutattunk a sörkertjegy. Nem értettük, hogy miért lett ez ilyen ratyi fénymásolt, mikor előtte kék volt. Mert ja, előtte igen, volt mert több kék, színű nem? Van, igen. Ja, igen, nem is kék, mert több színű. Ez divat volt egyébként. A riffröfje, ez tök jó nézett az ki. Az is ilyen színes volt, nagyon színes volt. De mindig más színű volt, meg ez is. Sőt, az E-klubba a jegy is nagyon tett, ma mondtam nekem az volt a kedvenc az E-klub, csak nem szerették sokan. Viszont az E-klubba a jegy is olyan volt, hogy rajta volt egy, nem tudom, egy hónapra előre, vagy hogy a program, hogy milyen koncertek lesznek. És azt például... Igen. Aha, hát majd valamelyik egyik valamikor megmutatja. És akkoriban azok a buli helyekről, amikor kijött és ami már most nincsen, és mindig hiányolod a jó kis büfék, a utcai, úgymond lebúj büfék, amiről... A Móricon. Milyen jól esett a Móricon, a gombás meleg szendvics. Ja, röfi után hajnali négykor. Igen. A hűvös téli éjszakákon, amikor ott a, emlékszem még Spár, vagy nem tudom milyen bolt volt, a kis szellőző rácson ott emlékszem lehetett. Még nem tudom milyen. Szellőző rácson jött ki fel a meleg, ott lehetett melegedni. Ja, meg. Ott csöveztünk. Meg volt az a elég sok bolt. Idő volt a Móricz. Hát a Móriczról volt, ahonnan nekem éjszakaival kellett mennem a Gazdagrétre hozzá. Hát igen. Még hogyha azt szerettem volna, hogy romantikázzak veled.
olyan dolgok kerültek elő most a napokban, hogy hú, de hát félreérti. Hát nem, mi nem, nincs mit félreérteni, meg fogjuk mutatni, és akkor majd látni fogja. Olyan dolgok, hogy amire nem is emlékeztem, megvan így, hogy már kezembe fogtam, így láttam, hogy ott van meg minden, de... Hát majd valamikor megmutatjuk azokat. Hogyan romantikáztuk meg annak a gyümölcse, hogy ez így 20 évig így eltartott, már viszont... ez a mondat, basszus. Emlegettük ezt a hosszú-hosszú évet, hogy mik voltak az előzményei, hogyha így valaki így a sorok közt így olvas. Igen. Rosszalkodik a manóny. Mert? Mert a szaloncukor hogy mozog? Ne idegesítsék! Láttad, nem? Hogy nem, mert hallottam valamit. Az a manó, mintha leesett van valami, és a szaloncukor mozgott. Ott van valami a fán. Basszus, tényleg. Az izé lesz, Poloska. Azért, mert valamit, bogár hangot, valamit hallottam, de... Poloska, rohadjon meg, akkor az. Hát onnan nem tudod levenni, mert megszúr a Balázs. Az nem, nincsen baj az, hogy megszúr, csak nem akarom, hogy mostan megint beszagosítson. Poloska volt. Ez a büdös Poloska, fúj. Hogy eltűntek pedig, nem? Igen. Mondták, hogy nagy invázió, meg mit tudom, ez nem, nem, itt nem volt ilyesmi. De azért volt egy-két. Hát Budapesten volt inkább több. Ja. Megint itt hagyom. Na, de hát mostan mi ezt rosszul csináltuk. Leved lett. Most hát egy kicsit kényelmesebb. Most ezt úgy kellett volna csinálni, hogy hú, mi van ott? Na jó, szóval na, de ott mindegy, tartottunk, szóval nem. Már megint nem tudom. Ott tartottunk, hogy ez a hosszú évek így már alatt nem egyszer. Ja, a romantikázásról beszéltünk. Igen, most a romantikus pillanatok jönnek, nem egyszer megkaptuk a kérdést, de hogy, meg ennyi idő, meg minden, meg ilyen hasonló, meg hozzáfűződő kérdések. Hát most megpróbáljuk. Elmondom a titkot. Süni! Nem így volt. Igen. Na, de akkor mondd el a titoknak a lényegét. Nem, mondd el te. Süni. De én most nem azt akartam, én most azt akartam elmondani, és arra akartam kiukadni, hogyha így az emberek így végigkövetik, mert megpróbáljuk összefoglalni majd így előre haladva az időben, hogy hogyan csináltuk a dolgokat, meg mik történtek így közös programok, meg élmények, hogyha a sorok közt olvasol, láthatod, hogy mi az, ami elvezetett oda, hogy mi még mindig így együtt vagyunk. Ezt a mondatot miért kellett a másfél óráig magyarázni? Igen. Na, szóval. Na, mi az, ami arra vezetett, hogy mi együtt vagyunk? Hát ez a hosszú hónapok, meg majd a sok-sok videó alatt fog kiderülni, mert most ezt én nem tudom elmondani neked. Már nekem? Mert én nem tudom? Nem tudod. Még te se tudod. De hogy akkor most mi van? Most miről? Tehát most azt hogy mondtad, amiről... hogy akkor ebbe a videóban ez nem lesz benne, ha jól értem. Hát... kezd kényelmetlen lenni a történet. Nem csak, hogy ebbe a videóban, ebbe a videóba, hát ebbe a videóban, ebbe a videóban nem is férhet bele, mert a hosszú éveket nem lehet egy valamibe elmondani, hanem hogy felidézzük, amiket tettünk az évek alatt, meg történtek az évek alatt velünk közösen együtt, hogy mi és hogyan, merre. Ez megint egy hosszú mondat volt, de megint nem volt vége. Az a lényege, hogy van lényege, na. És jó, a sünit, akkor... ha már felemlítetted, az a süni, az meg a gazdag réten volt a hegy oldalban, hogyha arra a sünire gondoltál. Hát arra a sünire. Aki majd visszatér. Tényleg, és most itt volt az a süni a kertben, mert itt is előkerült ja, az a süni. Ja, utánunk jött. Igen. A sünik rendszeresen az életünkben előfordultak, és annak a süninek köszön. Nem azért ásítok, hanem mert hajnali nem tudom hány óra van, és most már egy kicsit le vagyunk lassulva. Halasztottuk ezt a dolgot, meg nyitán kell. De csak elmondod már azt a sünit? Na, elmondom én. Na most akkor mondod, vagy mondjad. A gazdag réten... Figyelem, hogy bepirulsz. Nem ám, mert így igen. Akkor igen. Gazdag réten jöttünk össze mi. Vagy mi. És akkor, amikor ottan, ahogy ő a szóhasználatával éljek, romantikáztunk ott a
oldalába ennek a gazdag rétnek. Rét oldalába, ahol még nem voltak házak építve, ahová most már építettek hát, oda is házat. Volt, csak mértékkel, igen. Minimálisan. És hát mi ugye fűbe voltunk, a természet lágy ölén, a zöldbe, és... Rossz az, aki rosszra gondol, akkor igen, még fiatalok voltunk. Igen. Próbálom gondolkodni, hogy ezt hogy kell akkor elmondani, mert tényleg nem úgy, de hogy ott úgy feküdtünk, most ebben nem jövök ki. Ezt most megcsüvörted. Pihentünk. Mondjuk úgy jó, hogy pihentünk, és romantikus pillanataink egyik, ebből nem jövök ki. Szóval tinédzser korú romantikus pillanataink egyikében egyszer csak neki ment egy sündisznó. Ő neki a lábának neki. És ezzel azt a jelet adta, hogy legyél már tökös, és csókold meg a lányt ott mellette. Nem így van? Most jó, elbújsz el. Jaj, ezt régen úgy mondtuk, hogy smáról. Elcsattant az első csók. Jaj. Na most meg 97 nyár. Basszus, zavarba tudsz hozni, sündisznó. Nem hiszem el. És egy sündisznónak köszönheted, látod, hogy milyen kemény tökös megbökött oldalról. Hogy kemény tökös. Tegyél már valamit, mert a jelek azt adják vissza, hogy ennek nem lesznek most ilyen elutasító nyomai, nyomokban sem, még egy picit se tartalmaz. Nyomokban sündüskéket. Nyomokban sem tartalmaz elutasító jeleket az, hogy ha ez így megtörténne, hogy az lenne a vége, hogy mégse, hanem az lett a vége, hogy igen. Kezded elhülyéskedni már megint. És akkor így beszúrom, hogy a lényegében ott akkor elindult valami, ami még máig is tart, de olyannyira elindult, hogy ez történt 97 nyáron. Nyálon lőtt nyálon. Lány. Hát nyálon. Igen, mit akarsz ezzel mondani? 97 októbertől pedig már elkezdődött a térjünk vissza a 90-es évekre. Szanyáskor. Azt hittem valamiért mondasz, amiben megint nem jövünk ki. Nem mondok semmit. Majd csütörtökön. Majd csütörtökön beszélünk róla. Jaj, basszus. Én azt értem. Nem most. Szóval... ebből nehéz lesz visszajönni. 90-es évek. Lényegében mindent összefoglaltunk, hogyha jó belegondolsz. Vedd már ki a lábad. Te is beleraktad a lábad. De az messzebb van. Az nincs benne az arcába. Eszembe jutott most az első videók között, amikor a lámimádó belekerült az esővízbe. De ahogy előkerül a láb mindig. A láb az eső. Esővizes videóban, hogy így ne videózzál. Ja, Istenem. Abban volt egy ilyen. Amúgy ugyanezen az ágyon ültünk. És ja, csak kicsit más körülmények voltak még. Csak egy kicsit nem voltam befestve a fal, ami most már de miért kell? Ezt nem értem hozzá. Tehát ez mi ez? Na figyelj, térjünk vissza. A 90-es évekről még szerintem lassan le lehetne zárni, mert már egy óránál járunk már megint. Igen? Igen. Hogy az említett munkának a gyümölcseként aztán elkezdtünk utazni, és a 2000-es évekig szerettünk volna erről a dologról beszélni így. Tehát a 90-es évekre akartunk beszélni, abban még beletartozik az első három utazásuk. Igen, de ez csak így megemlítés szinten, mert hogy azt majd ki lehet bőven boncolni. Persze, majd. Hát nem akartam, hogy most elmesélni. De a lényeg, hogy a alapja lett az egész hosszú eddigi tartó életünknek, már akkor az alapját leraktuk, ez az utazás volt a másik, amit így elkezdtünk. Ez most meg... Már nem elkezdtünk, na, hanem hogy utaztunk. Próbáld még egyszer ezt meg? Nem értem, amit mondasz. Jaj. A 90-es években volt az,
hogy amikor a melónak a gyümölcse, ahogy mondtad, az lett, hogy utazásunk, meg... Matko, a lényeget. Voltak helyek, ahová szerettünk volna eljutni, és eljutottunk, na. Igen, de itt most még mindig a 90-es éveknek tartunk, tehát konkrétan, nevezzük már nevén. Ja, az erdélyi utak, arra gondolsz. Igen, az hát hogy indult, miért indult, aztán... Erdélyi utak voltak az első utazásaink élményei. Ez tehát szerintem más nem is tartozik ide, mert a következő, ami már nem erdélyi volt, az már nem 90-es volt, vagy igen? Igen, nem 90-es évek volt. Itt, amit még beszúrnék a 90-es évekből, már felhoztunk régi dolgokat, hogy akkoriban, amikor megismertelek, akkor még nem a mobiltelefon kapkodtuk a kezünk köz, hanem még a vezetékes fülkébe bementé és háló, és azon keresztül kommunikáltunk. Mennyi volt akkor a költség? Hát 20-40 forintokkal, 20 forint kellett a hívás kezdeményezéshez, szerintem ugyanúgy. Mert én még emlékszem, akkor 2 forintos volt, de az már akkor régebben volt. Szerintem már nem volt a 5 forint volt a legkisebb, amit fülkébe lehetett dobni, szerintem. Várjál, 5 forint lehet, hogy nem is volt akkor még az 5 forint, csak később jött be, 10 meg 20 forintos volt, szerintem 5 forintos nem volt egy jó ideig. Az lehet. Na mindegy, ezt már nem tudom. De igen. Hogy volt, nekem volt a szobámban az a vezetékes telefon, ami nem tudom milyen volt, hogy a halk volt, tehát rosszul működött. Emlékszem, hogy amikor azt megkaptam, szerintem ilyen 18 éves korom, nem lehetett az akkor. Mindegy, már ilyen tinédzser korom, hát pont mikor megismertem a tájba, ő előtte nem sokkal, akkor azon 15-16 éves koromban, hogy örültem neki, hogy saját telefon lesz a szobámba, úristen, az milyen nagyon jó. És ez egy vezetékes telefon volt, és alig lehetett rajta bármit is hallani. Ráadásul ugye a vezetékes telefonnál volt másik 2, és így akkor már 3. volt. Tehát azt hiszem legalábbis. És hogy az milyen jó zseppénz volt a telefonfülkékben, hogy emlékszem az Árpád hídnál volt egy telefonfülke, ahová rendszeresen visszajártam a zseppénzemet kibővíteni. Mármint nem úgy, hanem olyan volt a telefonfülke, hogy bedobtál egy 20 forintos, minthogyha akarná indítani egy hívást, leraktad, és nem egy 20 forintos jött vissza, hanem több 20 forintos. Ja, volt. Tehát nem tudom, hogy mi volt a fülkének a problémája, a hibája, de ezt lényegében használtam egy ideig, amíg ez így nem ismétlődött, és mindig mentem, bedobtam a 20 forintost, leraktam a készüléket, és jött ki belőle több 20 forintos. Ez tök jó volt. Tehát ez... Nem? Ja, nem volt. Kellett játékgép, vagy ilyesmi. Ja, meg tényleg, akkoriban még ilyen volt, a nyugatinál oda is jártam. Félkarú rabló. Nem a félkarú rabló, volt az a kiszedős akármi is, de nem az, hanem ami mellette volt, és oda sok 20 forintos bedobáltam, az a... Az, amikor gyűltek, az a amikor sok amikor gyűltek a 20 forintosok, igen, az utcán még... És akkor így letolta egy igen, ilyen letolta, sín, igen. Hú, azt hányszor sikerült... Én azt egyszer talán, egyetlen, de akkor se én próbáltam. Egyetlen egy trükkje volt, mindig ki kellett várni, amíg megfelelően felhalmozottak a 20 forintosok, és akkor dobtál csak be. Tehát nem volt na, az... Na, tudod ki. Na, és az úgy szépen így... De ilyenek voltak az utcán most, meg már mennyi minden tilos. Meg te csináltál ilyen tenyeredet bedugósat. Jós, ilyen jóslós. Még megvolt a papír egy ideig. De meg is van, szerintem is, valahonnan ja. Előkerül az. Ja. Tényleg abba ott majd a kapcsolatra mit írt, majd visszanézzük. Ja, tényleg, ezt mondtad. Mert előkeressük és megnézzük majd, hogy mit, mert ott a... Ami, és most tudom, hogy hülyeség, mert ilyen gép, meg ilyenek, de... Most talán, ha nem rosszak az emlékeim, az egészség volt az, ami a leggyengébb volt a jóslatban, és talán pont a kapcsolat volt a legerősebb. De ez most lehet, hogy csak így ráadom a életbe történtekre a gondolataimat, de szerintem az volt. Megnézzük, ki keressük fog majd elő. Igen. Na, az utazással kapcsolatban akarsz-e még valamit mondani, vagy zárjuk ezt most itt le? Szerintem zárjuk le, mert az utazásra kapcsolatosan annyi mindenre el tudnánk kanyarodni. Jó, hát de röviden hogy... egy annyit, hogy miért pont oda, melyik évben, és hát ennyi.
meg hogy visszamentünk még nem egyszer. Mert igazából az, most az utazáson azért van így hangsúly, mert hogy külföldről van szó, nem Ausztrália vagy Új-Zéland, hanem csak Európán belüli országokról, és hogy imádunk utazni, több helyen is voltunk, de a legelső az volt Erdély. Ja, az Erdély út volt az első, aminek az a köszönhető oka, hogy én, mint erdélyi gyerek vagyok, és Erdélyből születtem, és érkeztem meg hozzád, hogy megtaláljalak téged. Mert akkoriban Batyút összecsomagolva, hogy te fogalmaztál a csatorna leírásba, hogy a Batyút a hátunkra vettük, és eljöttünk a hegyekbe ide. Hasonló történet volt nekem is, hogy útnak indultam, hogy megtaláljalak téged. Na, szóval azért nem, mentünk. Nem ezért jöttünk, hanem teljesen más okok miatt jöttünk. Az a lényeg, hogy az utazások első utazásainak az egyik oka az az volt, hogy elmentünk, megmutattam neked, hogy milyen szép helyek vannak. Igen. Illetve volt egy álmod, egy vágyad, hogy eljuss egy helyre. Na, ezért akartam erről beszélni még. Azt az álmod, meg vágyadat akkoriban már teljesítettük. Szó szerint valóra váltotta az álmomat, mert elvitt engem a Dracula kastélyba. Most mármint idézőjelben. Léci, ne roncsuk. Tudtam, hogy te is bele fogsz kötni, meg még majd biztos lesz más is. De léci, ne roncsuk már ezt el azzal, hogy az nem az a Dracula kastélyba. Arra gondolsz, hogy a nem... Pont nem érdekel. Nekem akkor az volt az álmom, hogy engem vigyen el a Dracula kastélyba, vagy nem az, hogy ő vigyen el, oda jussak el. És akkor jött ő, és ő elvitt engem a Dracula kastélyba. Igen, és nem érdekel, hogy az igazi vagy nem, én ezt elhittem, nekem az úgy jó volt, és nekem ez így mai napig az és kész, jó? És emlékszel, hogy volt? Előtte volt a játék, amit játszottunk vele, vagy utána? Azt szerintem előtte volt. Utána. Utána volt? Persze. Mert hogy maga a játékban is benne volt ugyanaz a kastély, meg minden. Igen, tényleg. Volt. Hogy akkor már úgy játszotta az a játékkal, hogy... Hogy személyesen jártunk azon a helyszínen, ami benne lett, bele lett rajzolva. Igen. A játékba. Amit sikerült kb. Max 7 óra alatt végigvinni azt a játékot. Jó, de az ilyen, nem is tudom azt, hogy hívják, az milyen fajta játék. Nem kaland, nem stratégia, valami gondolkodós. Mi annak a műfaja? Logikai? Igen. Nem tudom. Na mindegy. Mert hogy akkoriban voltak még ilyen számítógépjátékok is, mert már nektek gazdag réten már volt számítógép, illetve még a leges-leges játékok között ott volt ez a Doom, akkor az még nem saját gépen, hanem még a Timi. Gazdagréti Timi barátnőt gépén volt a Doom játék, ahol mindig átmentünk, és tényleg meleg szendvics volt szemvics. Ott is. Timi! Meleg szendvics, ide, azonnal. Ugyanolyat, jó sokat. Van meg a körtérit is. Igen. Na, várjál, mert most megint elkalandoztunk, azt most már tényleg le kéne zárni. Ezzel az utazással kapcsolatban... Hát csak 1 óra 10 perc, szóval nem. Jó, még úgyis lesz kivágva rész. Au. Szóval... Már hogy beleférjünk a keretbe, meg mit tudom én már, még valami volt, aminek nem tetszett. Kínos dolgok. Na, szóval utazás. Ja, igen, azért Dracula kastély. Hogy akkor azt ő ott úgy valóra váltott az álmomat, és nekem életemben 2 dolog volt, ami ilyen emlékezetes, és nem ő, hanem egyéb pozitív dolog, ami utazáshoz kötődik, és egyszerűen nem lehet überelni. Az egyik az az, amikor megláttam a Dracula kastélyt. Oda taxival mentünk, és az azért volt, nem akarok most ebbe belemenni, ne nézz rám így. Már egyből már jeleket. Szóval oda taxival mentünk, most ezt tudni kell, hogy ott az árak egészen másak voltak, megtehettük, mindegy, ne menjünk bele. Kiszálltam az autóból, megláttam ott, azt nem tudom el, tehát ahogy azt megláttam, azt az építményt, hogy így mondj, na mindegy, szóval egy gyönyörű szépen, nagyon-nagyon jó emlék volt, soha nem fogom elfelejteni, ez volt az egyik ilyen, a másik meg ilyen is köszönöm,
A másik ilyen meg az volt, amikor szintén vele egészen máshol, tengerben volt, tengerparton voltunk, és az apartmannak a erkélyéről láttunk delfineket. És aztán bementünk a vízbe, és ott volt tőlünk pár méterre a delfin. Igen. Az nagyon-nagyon szép volt. De az már nem 90-es. Hát az már később, de olyan szép volt, mint a Dracula kastélyos. Ezt el kellett most mondanom, na. Semmi akadály. Tudom, hogy ebben semmi metál nincs, de ezt el kellett most mondanom. Na, szerintem, ha nincs más, akkor zárjuk le, mert nem fogjuk tudni bepréselni a megfelelő időbe bele, intervallumilag. Igen. Uh-huh. Jó volt. Szép volt. Az most szakítunk? Alkoholos részéből a mértékelt szót kell megjegyezni és hangsúlyozni. És itten úgyis teljesen mindegy, hogy mit mondok, mert úgyis le lesz vágva ez a rész. De nem, mert el kéne köszönni. Valamint nem elköszönni, lesz, hogy így lezárni. Akkor dobjál be egy 90-es évek egyértelműen utaló dalt. Megint? Vagy... Jézusom, hát már nem tud mondjad. Beszélni az ember. Hát zár le, na. Az amikor így megülsz, leülsz. Milyenkor? Na jó, ha most van elegem az egészből, most már hogy azt a... De... Mondjál már valamit, hogy zárd le ezt a videót, mert hogy le kell zárni. Legyen eleje, meg vége is. Na. Most ezt gondolod a végének? Miért ez nem olyan, mint egy vége? Nem. Ez most mi ez? Elfogytak a szavak és a mondandónk. Nem vagyunk egy jó végzáró, mondom. Eddig folyt a szó belőlünk. Most mi lett hirtelen? Jó éjszakát. Álmodjál szépeket. Ne felejts el fogat mosni. Én próbálom. De így nem megy.